Az emberi test tömegének 99%-át mindössze 6 kémiai elem adja. Oxigén, szén, hidrogén, nitrogén, kalcium és foszfor. Ez a 6 elem feltétlenül szükséges az élethez. De hogyan kerülnek belénk? Ahogy a mondás tartja, az vagy, amit megeszel. Pontosabban az vagy, amit megeszel, megiszol és belélegzel. A testünket felépítő atomok túlnyomó többsége valóban ezen a három módon kerül a helyére. És bár ezek az atomok és molekulák folyamatos körforgásban vannak, ahogy egyre több az ember, egyre több atom és molekula kell a 8 milliárd emberi test felépítéséhez is. A 6 fő alkotóelemünk között van egy, amit már most is képtelenek lennénk kizárólag természetes forrásból megszerezni. Ez pedig a nitrogén. A Telexikon mai adásában a bennünk lévő nitrogén nyomába eredünk, és választ kapunk arra a nyugtalanító kérdésre is, hogy valóban műtrágyából van a testünk jelentős része. Nitrogén nélkül nincsenek aminósavak, nincsenek fehérjék, még DNS sincs. A 20. század elejéig az emberiség nem tudta, hogyan kell megkötni és a talajba juttatni a légköri nitrogént. Aztán megérkeztek a műtrágyák. Műtrágya nélkül nem tudnánk 8 milliárd embernek elegendő élelmiszer termelni a bolygón. Maximum 3,5-4 milliárdnyian lehetnénk. Másképpen fogalmazva, a bennünk levő nitrogén kb. Fele már most is műtrágyából származik. A levegő 78%-a nitrogén, ezért minden lélegzetvételkor sok nitrogén jut a tüdőnkbe, még annál is több, mint amennyi oxigén. Ezt azonban a testünk nem igazán tudja felhasználni. A nitrogén molekulák hármas kovalens kötése ugyanis nagyon erős, és a szervezetünknek rengeteg energiára lenne szüksége a kötések felbontásához. A természetben egyetlen dolog van, ami elég energiát szabadít fel a nitrogén molekulák oxidálásához. Ez pedig a villámcsapás. A mi testünk ekkora energiát nem képes felszabadítani, hogy aztán a nitrogént a sejtjeink felépítésében használja. Így aztán a kilélegzett levegő nagyjából ugyanannyi nitrogént tartalmaz, mint a belélegzett, tulajdonképpen csak az oxigén és a széndioxid aránya változik benne. A bennünk lévő nitrogén tehát nem légzéssel jut a szervezetünkbe, hanem úgy, hogy megesszük. Akár növényi, akár állati táplálékot, akár gombát eszünk, mindben van nitrogén. Ráadásul olyan formában, amit a szervezetünk fel is tud használni. Az állatok ugyanúgy képtelenek a levegőből felhasználható nitrogént szerezni, ahogy mi, ezért ők is úgy szerzik be, hogy növényeket esznek, vagy más állatokat, akik növényeket fogyasztanak. Akárhogy is, a lánc végén mindig a növények állnak, a bennük lévő nitrogén hasznosul az emberi testben is. És a növények honnan szereznek nitrogént? Hát persze, hogy ők sem a levegőből, hanem a talajból. A talajban ugyanis élnek olyan baktériumok, amelyek nitrogenáz enzimeikkel képesek megkötni a légköri nitrogént, és nitriteket, nitrátokat, majd ammóniát állítanak elő belőle. Így a nitrogén a növények számára is felvehető formába kerül. A növények pedig fel is veszik, és szárukba, ágaikba, leveleikbe, termésükbe építik be. Viszont ha a talajban elfogy a nitrogén, elég sokat kell várni, hogy újra megjelenjen. A nitrogén megkötő baktériumok ugyanis nem arról híresek, hogy veszettől gyorsan dolgoznának. Ha nem akarunk várni rájuk, vagy segíteni szeretnék a munkájukat, akkor egyetlen lehetőségünk marad. Pótolni kell a növények által kivett nitrogént a talajban. Erre évezredeken át egyetlen lehetősége volt az embereknek. Szerves trágya kijuttatása a termőföldre, mivel az állati ürülék és a komposzt is sok nitrogént tartalmaz. Ahogy egyre több és több ember született a bolygón, egyre több és több élelmiszert kellett előállítani a mezőgazdaságnak. Ami egy ideig sikerült is, a 19. századra viszont eljutottunk oda, hogy sokfelé már egyszerűen nem volt elég trágya a nitrogénpótláshoz, és a termésátlagok csökkenni kezdtek a kizsarolt talajokon. Voltak városok, ahol rendeletet adtak ki a lótrágya kötelező gyűjtéséről, hogy semmilyen értékes ürülék ne menjen kárba. Párizsban a 19. század végén évente 1 millió tonna lótrágyát gyűjtöttek be, és ezt mind a város termőföldjein és kertjeiben használták fel. Természetesen rengeteg tudós kezdett azon gondolkodni, hogy mivel lehetne helyettesíteni az állati trágyát a földeken. A 19. században két alternatívát találtak, denevérek és tengeri madarak ürülékét, azaz guanót, valamint salétromot. A világ legnagyobb salétrombányái Dél-Amerikában, Peruban, Chilében és Bolíviában működtek. És a salétrombányászat akkora üzlet volt abban az időben, hogy 1879-ben a három ország között háború tört ki a lelőhelyekért. A 4,5 éven át tartó konfliktus végén Chile legyőzte Peru és Bolívia szövetségét, és megszerezte a lelőhelyeket. A háborúban összesen több mint 20 000 ember halt meg.
Salétrom ügyben a német császárság volt a legrosszabb helyzetben a kor nagyhatalmai közül. Nekik nem voltak olyan jó termőföldjeik, mint Oroszországnak vagy az osztrák-magyar monarchiának, és nem voltak gyarmataik sem, amik kizsákmányolásával olcsó élelmiszert szerezhettek be, mint Nagy-Britannia vagy Franciaország. De olyan lehetőségük se volt, mint az Egyesült Államoknak, ami egyszerűen törvényt hozott arról, hogy az amerikai polgárok bármilyen guanótartalékkal rendelkező szigetet birtokba vehetnek az Egyesült Államok nevében, ha az a sziget nem tartozik már másik államhoz. Németországnak nem maradt más, mint vásárolni a világpiacon jó drágán. És vásárolta ki is főleg Chilétől. Míg 1900-ban évi 350 ezer tonna volt az importjuk, 1912-ben már 900 ezer tonna. Mivel ennyire nagy szükségük volt salétromra, német vegyészek tömkelege kísérletezett azzal, hogyan lehetne felszabadítani és felhasználni a levegő nitrogén tartalmát. Voltak ígéretes próbálkozások, de mindegyik elképesztően drága volt, mert rengeteg energiát és munkaerőt igényelt. Az első igazi áttörést Fritz Haber érte el 1909-ben. Haber és asszisztense bemutattak egy eljárást, amivel a levegő nitrogénjéből 450 fokon, kb. 250 atmoszférás nyomáson, hidrogén segítségével, fémkatalizátorral, ammóniát állítottak elő. A laboratóriumi körülmények között bemutatott eljárás nem volt gyors. Haber óránként kb. 125 ml ammóniát volt képes lecsepegtetni. Viszont már akkor látszott, hogy ha ezt az eljárás sikerülne ipari méretekben alkalmazni, az rengeteget érne, mivel lényegesen olcsóbb volt a korábbi nitrogén megkötő módszereknél. A BASF nevű német vegyipari vállalat egy másik vegyészt, Karl Bosch bízta meg azzal, hogy ültesse át ipari termelési méretek közé a Haber eljárást. Ez sikerült is neki, ezért hívjuk azóta is ezt Haber-Bosch eljárásnak. Munkájukért mindkét vegyész Nobel-díjat kapott, és 1913-ban már munkába is állt a világ első nitrogén feldolgozója, amiben a Haber-Bosch eljárást alkalmazták. A BASF Oppaui gyárában ekkor naponta 20 tonna ammóniát állítottak elő. Azzal, hogy sikerült ammóniát előállítani a levegő nitrogénjéből, a többi már gyerekjáték volt. Ammónia segítségével ugyanis már könnyű salétromsavat előállítani. A salétromsav és ammónia reakciójából pedig ammóniumnitrát keletkezik, ami a nitrogén tartalmú műtrágyák egyik legfontosabb alapanyaga. Ezt szórjuk ma is a földekre. Később a mezőgazdaság gépesítésével eltűntek az igavonó állatok, és lényegesen kevesebb lett a szerves trágya. Ez pedig tovább növelte a műtrágyák értékét. A Haber-Bosch eljárás az, aminélkül ma valószínűleg csak 4 milliárd embernek elegendő élelmiszert lennénk képesek termelni a bolygón. A testünkben lévő nitrogén kb. Fele is ebből az eljárásból származik. Statisztikailag szinte teljesen biztos, hogy az én vagy az ön testében lévő nitrogénatomok közül is rengeteg van, ami korábban végigment egy ilyen nitrogénfeldolgozó üzemen. 1913-ban a németek nem csak azért örültek a Haber-Bosch eljárás alkalmazhatóságának, mert visszapótolhatták a nitrogént a termőföldjeikben, hanem azért is, mert a salétrom a puskaporgyártás fontos alapanyaga is volt, és így könnyebben tudtak robbanószert gyártani a háborúhoz. Mivel az első világháború kitörése után a császárságot Nagy-Britannia és Franciaország elzárta a természetes salétrom lelőhelyektől, történészek szerint a Haber-Bosch eljárás nélkül csak hónapokig tudtak volna kitartani a háborúban. Ehelyett 4 évig folyt a történelem addig ismert legtöbb áldozatot követelő fegyveres konfliktusa, amiben katonák 10 milliói ölték egymást. Részben olyan fegyverekkel, amik a Haber-Bosch eljárás nélkül a kezükbe sem kerültek volna. Ahogy az emberiség nagy találmányainál lenni szokott, a Haber-Bosch eljárás is több problémát okozott, mint amennyit megoldott. A 20. században felismerve, hogy a műtrágyázás mennyire meg tudja dobni a termés átlagokat, rengeteg termőföldre túl sok nitrogént juttattak ki a gazdák. Mivel a nitrogén viszonylag gyorsan mozog a talajban, és ha sok a víz, akkor ki is mosódik belőle, ezzel beszennyeztük a tavainkat, folyóinkat, tengereket, óceánokat, és a talajvízkészleteink minőségén is sokat rontottunk. A nitrogén és a foszfor, aminek pótlását szintén műtrágyával végezzük, az élővizekbe mosódva a vizek elalgásodásához vezet. Az alga és a hínár ugyanis szintén növények, és ugyanúgy örülnek a műtrágyával érkező plusz tápanyagnak, mint a kukorica vagy a napraforgó a szántóföldeken. Minél jobban elszaporodnak a vízi növények, annál kevesebb napfény jut le az alsóbb vízrétegekbe. Így ezek a növények idővel tulajdonképpen saját magukat pusztítják ki a túlburjázással. Az elpusztult vízi növényeket aztán a baktériumok elkezdik lebontani, ez a folyamat pedig felhasználja a vízben lévő oxigént. És mivel nincsenek már élő növények, amik ezt visszatermelnék, előbb-utóbb elfogy az oxigén a vízből. Az ilyen oxigénhiányos vizekben pedig már sem növények, sem állatok nem élnek meg. Ezért hívjuk az ilyen állóvizeket halálzónáknak. Mostanra tehát halálos csapdában navigáltuk magunkat.
Műtrágya nélkül már nem is tudnánk etetni az emberiséget, de a műtrágyagyártás napról napra egyre rosszabb helyé teszi a bolygót. A mesterséges ammónia előállítás ma a világ energiafogyasztásának kb. 1-2%-áért felel, valamint a bolygó teljes földgáz fogyasztásának 3-5%-áért. Mindezek miatt a Haber-Bosch eljárás okozza egymagában az emberiség széndioxid kibocsátásának kb. 3%-át. Ráadásul a műtrágya a földekre kijutva egy másik üvegházgáz kibocsátásáért is felel. Túlműtrágyázott termőföldjeink dinitrogénoxidot eregetnek, ami a harmadik legjelentősebb üvegházhatású gáz. Az a sok ember pedig, akiknek nitrogénműtrágya nélkül nem lenne mit enniük, ugyanúgy autózik, szemetel és kacatokat rendel a világ másik feléről. Hiszen mindannyian így élünk ebben a nagyszerű világban.